hideg fejjel. Kéne, most kellett megbolondulnod, és csak ennyit csinálj, szóval csináld, ezért nem kell, nem kell szét, vagy... Az Ankonai Szerelmesek című előadás volt a 2015-ös év egyik közönség kedvence, ugyanis ez lett az egyik leglátogatottabb darabja Bartók Kamaraszínháznak. Emellett számos új bemutatójuk is volt. Az év kezdetét azt februárban a Kulcskeresőkkel nyitottuk, ami egy szép sikersorozatot ért el, és ugye május vagy áprilisban volt a tulajdonképpen a nagy zenés táncos darabunk, az Ankonai Szerelmesek, amit ugye még ebben az évadban is, sőt még a következő évben is fogunk játszani, ami nagyon nagy közönség sikernek örvend. Én kiemelném az évből a nyári Petőfi Művészeti Ligetet, hiszen az a színház szempontjából még akkor is, hogyha az évad, a kőszínházi évad akkor szünetel, viszont a nyár ilyen szempontból szintén nagyon intenzív. Egy jó sorozatot zártunk, egy 19 koncertből, színházi előadásból, verses estéből álló sorozatunk volt. Az idei évben újdonságot jelentett, miszerint új helyszínnel bővült a Művészeti Liget, amelynek előadásait nagy számban látogatták az érdeklődők. A nyári programok után a szeptembert premierrel, a Top Dogs-szal kezdték, de a Romeo és Julia, a Backstage, illetve a Don Quixote is az idei év új előadásai közé tartozott. Az intézmény vezetője szerint egy intenzív, sikeres és pörgős időszakot zártak december 31-én. Nehéz ugye évet értékelni abban, hogy egy olyan intézményben, aki évadban gondolkodik. Ez nekünk mindig egy két fél évadot jelent igazából az év vége, és mi nyáron mindig lezárjuk ugye az évadot, tehát neki kicsit nehéz így az évad első vagy az év első felére visszagondolni, de ha így most átgondolom, akkor tulajdonképpen ez egy jól sikerült év volt a színház szempontjából, főleg most ez a második fele, hiszen most nagyon sok bemutató volt ebbe a 4 hónapban, ami az évad második vagy az évad első felére esett. És az általában így is van a színház életében, mindig az évad első fele erősebb. A színtársulat azonban nem csak Dunaújvárosban szerepelt, számos vendégelőadáson vettek részt. Az Ankonai Szerelmesek című darabot például Balatonföldváron is bemutatták. A Táncszínház társulata pedig Törökországban mutatkozott be a Magyar Táncok nevű koreográfiával. A színház darabjait a 2015-ös évben mintegy 32 000 néző tekintette meg. Szóval, hogy megállapodás vagy?